Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. MD Media Night Rider Podcastját. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Pajti, a Parallax és Retroverzum Night Rider podcastjének második része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A következő néhány hét során a szokolébresztővel felváltva, de mi már szerdánként érkezünk új részekkel, egészen a Parallaxis podcast augusztus végi évadnyitójáig. Ne felejtjétek tehát, hogy mostantól hétfőn, szerdán és pénteken várunk új podcastekkel, ha pedig premier előtt hallgatnál minket, nem kell más tenned, mint hogy támogass minket a Patreon .com per Parallax és oldalon keresztül. Térjünk is rá mai a műsorunk témájára, ami a Halálos Manőver című harmadik része a sorozatnak, amelyben a hadsereg raktárából taktikai atomfegyvereket csempésznek ki, Kit és Michael pedig megpróbálja lebuktatni a hadsereg parancsnokát, aki ezúttal nyakig benne van a csempészetben. Köszöntöm állandó partnereimet, beszélgető társaimat, elsőként Dankó Dániel Tibor, szia Dani! Sziasztok! és Gizur Gergő. Szia, Gergő! Szia, szia mindenkinek! És akkor rögtön meg is ragadom itt a lehetőséget, hogy megszólaljak. ugye ez az első évadnak a harmadik része, ha szigorúan nézzük. Ugye a halálos manőverek, hogy mondtad, az a Deadly Maneuvers az eredeti címet, át gyakorlatilag szó szerinti fordítás történt. Ez 1982. október 1 jelent meg Amerikában. Nálunk Magyarországon 1992. október 3-án ami azért érdekes, mert az első rész az februárban jelent meg itthon, tehát egy jó hat hónap eltelt, vagy nyolc hónap eltelt, még jött ez a második rész azután, a dupla rész után evleg Magyarországon. Szokásos videó, szinkron, MTV2, Welcome kiadó, és a szinkron rendező pedig Hazai György. És itt ahogy itt a főcímet hallottuk, hogy a Bozai József felolvassa, valahogy ez, ez, ez sose tűnt fel nekem, és nekem ez nagy pozitívum, hogy a Knight Rider-t magát, ezt a címet nem fordították le magyarra, hanem meghagyták eredeti nyelven. Mert ugye egy csomószor szoktak ilyet. Jó, nyilván nem a Magnumot, de, de tehát hogy el tudtam volna képzelni, hogy van bennük olyan perverzió, hogy valaki megpróbálja erre fordítani, de nem tették, és nekem mondjuk ez tetszik. Nagyon ezt... érdekes, hogy ezt te sok most vetted észre. Igen, 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 igen. Pont ezen én is. De nem tűnt fel, hogy a Night nek nincs? Tehát, hogy vannak ilyen filmek, aminek, mint a Medicopter 117, igen ők, meg ilyen alcímük, ugye erről beszélsz, és igen nem vetted észre, hogy, pont, pont... hogy mi, mi, szerintetek, mi, lenne, mi lenne a jó alcím? borzasztóan, pont ezért örülök, hogy nem történt meg, mert hogy amikor ez eszembe jutott most, is tényleg nagyon fura, hogy eddig nekem ez tényleg nem tűnt fel, és halálkomány nem tűnt fel, akkor elkezdtem így gondolkodni, milyen hülyeségek jöttek volna, és így és rögtön elsegettem, hogy ja, én ezt nem akarom. Hát a fekete luvog az már eléggé egy elcsépelt történet lett volna. Az eredeti címadásban van a Night és a Night szó áthallása miatti szó játék esetleg? Tehát ugye ugye knikt, ugye így írjuk magyarul, hogy night, de ugye így írjuk, hogy nikt, estét is, a sötétet is esetleg, ugye ugye sötét az autó, éjszaka sötét az autó színe. Ti nem éreztek ebben egy kis miniszójátékot, vagy ezt csak én halucinálom bele? Megvan, mert most alapvetően egy olyan szervezetről beszélünk, ami gyakorlatilag egy árnyék ö, csoport, akik nincsenek a porondon, nincsenek elől. Tehát innen látni őket. És ugye a saktáblából az egyik, Mi már nem bábú, tudom melyik és az figura. Is feke ló, a fekete ló, és a kamion is fekete, akkor az autó The is Rider. fekete, tehát hogy igen. Szerintem nagyon is jól játszanak ezekkel a dolgokkal. És azt vettem észre, hogy sok részben, nem mindegyikben, nagyon sok részben, hogyha tudják belerakni valahogy ezt a Night szót, tehát maga a rész alcímében, oda is belecsempiszik. Nem mindig, most pedig. Szerintem benyik. egy bizonyos idő után minden, minden alkalommal. Igen, tehát sokszor, sokszor előjön, de most, most, mo mo speciál még nincsen ebben. Viszont, szóval most, hogy így megérkeztünk a harmadik részre, megérkezett az egyik címszereplőnk, főszereplőnk, Bonnie Barstow, akinek Kocsis Marian adja a magyar hangját, ugye Petrisa meg Farson. mindenki szerintem, aki Knight Rider-t nézett, annak beégett a, fülébe ez is, ez a klasszikus, hogy Petrisa meg Farson, Kocsis Marian. És akkor még egy-két szinkron hangra, illetve ebben a részben szereplő színészekről egy pár gondolatot. Az egyik főszereplőnk ebben a részben Robin Led, Robin Led hadnagy, ugye a leányzó, akinek az édesapját megölik, az ő hangja, neki a hangját Kis Mariatta, Frederick Dangton tábornok, aki ugye benne van ebben a bizonyos ö, fegyver, csempészet, vagy valami hasonlóban, az ő hangját Dobránszki Zoltán adta, és a szín, az őt alakító színészt Ellen Oppenheimernek hívják. Ő pedig elképesztően sok mindenben szerepelt, és nem csak szerepelt, hanem egy igazi amerikai szinkron legenda. Legenda Igen, tehát többek között például a Csipet csapatban, a Kacsa mesékben, a Balú kapitányban is szinkronizált, de, de töménytelen mennyiségű sorozatra és rajzfilmre kell gondolni. És ami még érdekesség, hogy a Hupikék-Törpikékben például ő volt Törpo az amerikai hangja. Későbbiekben még egyébként vissza fog térni. Ahogy Bonit említetted, az első rész az olyan volt, amilyen beszéltük az előző adásban is, hogy egy kicsit azért pilot szagú volt, talán kicsit komolyabban is vette magát, egy kicsit krimi, jobban krimiként vette magát, mint később a Night Rider szerintem. Ez a mostani rész viszont olyan volt, hogy szerintem borzasztó unalmas nagyon rossz rész volt, bár látványos voltak benne robbanások, az mindig tuti, viszont uh, volt benne egy két abszurd dolog, ami, amit is szeretnék így veletek megvitatni, és ha már Boni, ugye uh, vontatnia kellett Kitnek ebben a részben, és hát bizony tönkrement az alfa áramköre a vontatástól. Igen, <laughs> Ez Engem nagyon érdekelne, hogy az alfa áramkör, tehát hogy egy ilyen autóban, mint a Kit, hogyan a nyavajában mehet tönkre egy nyomta, uh, vontatástól, áramkörök, amikor ugrat, buszt van, meg, meg ö, lövik, meg kocca, meg karambolozik, meg rálőnek, de nem történik semmi. Mit gondoltok erről? Ez olyan, mint a, amit az előző részben beszéltünk, hogy mind a magyar, mind az eredeti szinkronál megjelenik egyfajta arisztokratikus vonása a kitnek, hogy gyakorlatilag ő azért akármennyire is nézzük, egy fekete lovag, ha már így a címeket vesszük, és megy bele a harcba, megteszi a hősi cselekedeteket, viszont azért mégse kelljen már neki vontatnia egy lerobbant autót. Tehát, hogy, hogy van egyfajta, nem tudom. Neki mondani, ez degradáló hogy... volt igazából. Igen, ezt a szót akartam mondani, tehát ez a legjobb kifejezés, hogy ez így degradáló volt neki. De ez egy, ez egy gag volt szerintem egyértelműen, tehát nagyon szeretik ebben a sorozatban vinni ezt a vonalat, hogy ugye a Kit és a Michael között mindig mennek ezek a szurkapiszkák, ezek a játékok, és az, hogy a Bonnie, illetve a Devon, ugye ők mindig az alap, ugye a Devon nyilván a jogért és, és igazságért alapítványnak az érdekeit, illetve az oldalánál, a Bonnie mindig a Kitnek az oldalánál, mm -hmm. és akkor van a túloldalon ugye a Michael, meg ugye vele mindig a Kit, akik mindig belemennek a rosszba. És ugye a Kit az már ugye ebben a részben is gyakorlatilag falazott a Michaelnek, mert ugye a Bonnie rákérdezett, csak-csak nem vontattál Kit, és akkor erre nem válaszolok. Oké, okay, hogy valóban Ádám, tök igazad van, tehát tényleg ez viccesen hangzik hogy ütik, vágják szerencsétlen autót, sem olyan nem lesz, de egy vontatástól megsérül egy baromi fontosnak tartott áramkör, de igazából ez egész csak tényleg, ez, egy, ez, ez azért rakták bele, hogy benne legyen a poénfaktor. Benne legyen az a, az a poénfaktor, hogy ő ki tudjon akadni valamin, és benne legyen az, hogy amikor ő ugye megjelen, a 27. percben felgurul a klasszikus kamionra, akkor, akkor legyen egy ilyen, egy ilyen szurkapiszka ú, uh, nagyon nem értek veled egyet. Szerintem ennek ebben nem volt humorfaktor. Humorfaktor, tudod, mi be volt? Ez a, ú, uh, izé, kapcsolj vissza, kit álljunk meg. Hogy, Csak nem egy szép lányt leadta az Az egy poén Ez volt. Ez az, az, valóban volt. egy poém volt. Miért lett volna egy, de most ne örök, Gergő, miért lett volna egy poén, amikor arra épít a sorozat, amit mi is beszéltünk, hogy kb. minden gyerek és felnőtt bele akar ülni, akarja nyomkodni a gombjait, ez egy erős és elpusztíthatatlan autó. De, de megsérül egy vontatástól. De az autó maga működő. Vontatástól, de az gyerekek, autó, gyerekek. De, tehát, mit sérül, de most, most mit sérült meg a kit egy vontatástól? Mert ő nem vontatásra van tervezve. Na értem, de most azok az autókon, amiken van vonóhorog, azok vontatásra vannak tervezve. Hát kár, hogy nincs itt a Géza, már fogná a fejét. Eléggé rossz metafora akart lenni, mert amit beszéltünk most az imént, hogy ez egy több részből fölépített poén, nem poén, bocsánat, mert tényleg nem poén volt, hanem egy kapcsolatnak a kiépítése volt. Tehát a kit falazott a kocsiban. Hogy eltitkolja, így hogy van, eltitkolja igen. előtte viszont, meg azért ment egy kis adokkapok még a kit és a Michael között, és itt jön be az, hogy igen, ez akárhogy is nézzük, ez egy rossz hasonlat, csak jó, de inkább elfogadom, mint a poén. de ezt mondtam, bo, bocsánat, én mondtam azt is, hogy közben utána volt az, hogy ők egyre közelebb kerülnek egymáshoz, hogy falaznak itt, tehát ez uh -huh. is benne volt, csak ezt is hogy összekapcsolták ezt, hogy, hogy az egész egy... El, oda... kérek, kedves írók, kedves írók, Hülyesség nem amúgy. jutott volna jobb az es, eszükbe? Tehát tényleg annyi mindent lehetett volna tudni, vagy legalább egy mondattal megmagyarázni, hogy a, az alsó relé ilyenkor hozzáér a nem tudom mihez, és rövidre zárja az alfa áramkot, tehát legalább ami technoblablát mondtak volna el, mert nekem még csak így úgy tűnik, tehát itt van ez a nagyon menő autó, és közben meg egy vontatástól tönkre megy. Én a egy-kettes Opel Corzámmal is vontattam <laughs> nagyobb autókat, és nem ment. Én nagyon szeretnék veled nem egyetérteni, de ebben abszolút egyet Értek, hogy maga ez, hogy ez az alfa áramkör egy vontatástól valami megsérés, ez nyilvánvalóan egy vicc. Tehát úgy vicc, hogy hülyeség. Alfa áramkör most túl azon, hogy tehát mi lehet az a... Alpha... Az az elsődleges. Igen, igen, tehát az elsődleges, már és... nagyon fontosnak tűnik, de közben kit ugyanúgy funkcionált, minden működött benne igazából, csak annyi, hogy vinyogott, hogy nem működik az alfa áramkör. Tehát, hogy, hogy funkciójában nem változott igazából a semmi. Az alfa áramkör igazából a lelki ismerete a gépnek. Plusz egyébként automata, automata önvezetésem volt a kit, hiszen játszott a, egy számítógépes játékkal a Michael az Atari elején. volt, nagyon valószínű, Atari volt. Igen, és közben meg azt mondja, hogy ugye kit álljunk meg, vagy kap, válts vissza, és miért csak nem, nyilván ezt kérdezhette volna, ez kérdezhette ironikusan is, hogy csak nem egy szép lányt látsz, izén, de azt tetsz, amúgy zárójel azt tetszett, hogy azért van is leoltja michael miatt. Igen. Viszont, ha, ha, ez nem ironikus dolog volt, akkor azért az érdekelne, hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia, lényegtelen, hogy ez egy kocsi testbe van zárva, de hogy az egyfolytában szenzorozza és figyeli az ő környezetét. Ugye elég látványos volt. Erről poénból mondta? Igen, vagy, is. Elég, vagy, Poénból elsősorban, én már csak azért is, mert mondta, hogy nem nehéz téged kiismerni. A második részre sikerült is konkrétan. Ezt, igen, tehát ez hozzá is tette utána, amikor ugye ez a szóváltás volt, hogy nem nehéz téged ki is, mert tehát Ebből gondolom, hogy egyértelmű ez inkább poén volt, mint sem, hogy fogalma nem volt, hogy mit lát. Nagyon sok olyan utalás volt, amit mi nyilván nem látunk, hogy ez nekik már nem a úgymond a második közös melójuk, hanem már eltelt egy kis idő. A, a, az első rész után eltelt egy csomó minden, mert a Devon is utal rá, hogy rendszeresen bajba kerülsz, rendszeresen felforgatsz minden, tehát, hogy belecsöppentünk. Igen, pont ezt akartam mondani, de akkor ezt ti is éreztétek, ezt a belecsöppenést. Igen. Ez gyakorlatilag nem amiatt van, mert, hogy mondjam, ez az első rész. Mert ez nem az első rész. Úgy nézett ki alapvetően a sztori, hogy amit megnéztünk, meg kibeszéltünk a pilot részt, azt alapvetően a gyártó nem akarta. Akarom, bocsánat, a rendező, Studio. A, stú, a stúdió akarta, hogy létrejöjjön. Megcsinálták a filler karaktereket, például a tolvajokat és társai, így született meg az első rész, illetve a dupla. Ezt követően elkezdték gyártani a 2, 3, 4, stb. az epizódokat, hogy akkor ki tudják adni, viszont a második résznél probléma történt, és nem tudták időre lehozni. Ezért a negyedik részt hozták előbbre, amit mi most, effektíve, ha azt veszük, harmadik részként, vagy nulladik, vagy első epizódként tudunk kezelni. maradt egy rész akkor, ha Aha. jól értem? Kettő. Kettő. Hát cserélgettek Aha. Igen. És akkor ezért van az, hogy ugye egy részt a kapásból megjelenik a Boni felvezetés nélkül, meg amiről most éppen szó is volt, hogy már nagyon-nagyon dinamikusak, ugye a Kit és a Michael-nak a kémiája, majdnem tudom. Hát abszolút, abszolút az, hogy már mert tényleg megvan köztük a dinamizmus. Jó, beszéljünk egy kicsit a cselekményről, mert én egy kicsit, kicsit csak így szájjal néztem a, a történéseket, és valahogy, valahogy ilyen nagyon életszerűtlennek tűnt, ugye, az történik, hogy Michael megy az autópályán, vagy az autóúton, bocsánat, és uh, meglát egy... Uh, csinos fiatal hölgyet? Katonai egyenruhában lévő csinos fiatal lány. Aki az éppen az autóját szereli, természetesen Michael megáll, és segíteni akar neki, és végül, mivel az autó nem jó, ezért elviszi a közeli támaszpontra, ahol a nő tart, hogy meglepje az apját, aki ott tábornok. És mikor megérkezik a nő, bemegy vele természetesen Michael, majd ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, vagy kérdezi tőletek, bemegy vele Michael, és utána kiderül sajnos, hogy a papa meghalt, egy balesetben, mert a sivatagban irányíthatatlanná vált az autó, és gondolom, neki ment egy oázisnak, vagy nem tudom, mi történt. Sziklának. Sziklának, igen, a, a, a sivatag az tele van sziklákkal, úgyhogy... <coughs> ez egy szerpentin volt igazából, mondjuk. Na most szangom. engem az a, az a jelenet érdekelne, amikor Michael bemegy a nővel a katonai bázisra. Az nekem fura volt, tehát hogy mit értemén, hogy én, hogy a ez a, én is csináltam már olyat, hogy nem tudom, valakit elvittem valahova, és akkor ott kiraktam, de én nem mentem be vele, tehát hogy értitek, egy stoppossal, még akkor is, ha nagyon csinos. Be, tehát be, ahogy, ahogy mondod, tehát bement vele először ugye úgymond ebbe az előtérbe, ahol, ahol ugye kereste az apját. Akkor ott nem találta, utána bement a tábornok az irodájába, oda is bement vele, majd a temetés és ott volt vele, tehát ő mindenhova ment vele, mint egy csomag. Senki nem kérdezte meg, hogy te úgy ki vagy. Hát meg most nem tudom, hogy mentetek-e már be hivatalos helyre, akár rendőrségre, akár katonai le, bázisra, csak akár csak, hát, egy, hát, akár csak az RTL Magyarországhoz. Nem az úgy van, hogy megy be, és beviszek magammal mást és az jöjjön be. Tehát, hogy ez, ez azért nem teljesen így van. Az meg más kérdés, hogy később ugye bemegy a katonai bázisra amelyikről úgy, hogy fagyi árusnak adja ki magát, vagy egy árusnak adja ki magát, most ez teljesen mindegy, a cselekménybe ez egyértelmű, hogy hogy történik. Majd utána hát kb. letartóztatják, vagy őrizet, őrizetbe veszik, mert hogy nincs egészségügyi kártyája, az, hogy a magyarra fordítva ez a egészségi kiskönyve nincsen nála, uh -huh. ezt így Magyarországon így mondanánk, és hát ugye így nem, nem árulhat, és nem csak az, hogy őrizetbe veszik, de... Konkrétan, oké, ez katonai rendőrség, én értem, hogy a katonai rendőrségnek van, a, van, azért hatásköre, különböző dolgokra, főleg a saját területén. Szóval, hogy kipakolják a, a zsebeit, úgymond, és, és, a, a pénztárcájából kiveszik az iratait, és kiderül, hogy a Michaelnek sok-sokféle irata van. Bár nem tudom, hogy milyen iratokban van az megjelölve, vagy mi a munkád. mert hogy névjegykártyákat vettek elő. Ugye névjegykártyákat vettek elő. Igen, és kiderül, hogy asztalos is, meg, Mindenféle. Tudom, ez, ez a része nekem reális volt, mert ha belegondolsz, hogy mondtad, hogy gyakorlatilag ő bement egy, egy katonai területre. Hát ott. Tehát ez oké. Okay, ez ez ezzel, abszol ezzel abszolút az szembe megy az, e az eleje, így van. Így van. Abszolút szembe megy az eleje, hogy ott senki nem kérdezi meg, hogy te ki a franc vagy amúgy. Tehát az, hogy ő, ő simán bemehetett, besétálhatott a tábornok irodájába, mert ugye ez történt, hogy amikor a papát nem találták, akkor ugye a Denton tábornokhoz bementek. És a Michael ment vele utána mint egy, mint egy utánfutó. Egyébként most nem néztem meg, de az Danton vagy Downtown Danton. Danton. Tábornok. Danton. Danton. Uh -huh. És tábornok. Ő tábornok, az apuka pedig ezredes volt. Ő az, hogy Michael úgy rátapad a nőre, egyébként végig egy kicsit ilyen fura. Az első találkozástól kezdve valahogy olyan szinten bizalmas viszony alakul ki közöttük, hogy így ez már egyszerűen irreális. Tehát kapásból akkor eljátsz a biztosítási ügynököt, utána akkor hirtelenjében a biztosítási ügynökből előáll, mint nyomozó, aki segít a nőnek -e kideríteni az apjának a akarom halának a körülményeit. Az és így derítsük ki, igen. így, derítsük ki együtt. Tehát, hogy... és akkor egy kalandra felinduljunk el, tehát most... De ez mindig így van, ugye hát a, a, a Night Rider erről szól, hogy mindig van egy csinos nő, akivel gyakorlatilag egy fél perc alatt meg lesz a, a bizalmas viszony, és Michael gyakorlatilag felajánlja teljes szolgálatait, és a nők nagyon ritkán szoktak gyanakodni, hogy, hogy te kifia borja vagy, nem, hát látják, hogy itt ez a erős férfi dalia, ezzel a nagyon szép szekérrel, hát akkor segítsél. Tehát, végül is, ha a való, a valóságot nézzük, nagyon furad a Night Rider, az gyakorlatilag erre épül. Igen, ez tény, és való, ezt beszéltük, hogy körkapitány csak éppen egy izé e, frankó övcsatta a meg magas nadrágba. Csak hát úgy... Hát két perc után már a kocsiba már gyakorlatilag flörtölt a Michael neki, hogy csinos meg minden. Tehát nem, 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 nem izé gondolkodik, itt csak hát nincs szétszó. De... De ennyire könnyűvérűek a 80-as évek női Amerikában. Nem tudtad, hogy a David Hasselhoff mit hozott ki belőlük. De, de ma cancel akarom a sorozatot, csak, csak valahogy tényleg annyira... De annyira... Ha, igen, de ha belegondolsz, nem is, nincs benne semmi. Nem is tárként. Nem, de, nem, de nem, 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 is tárként semmi. kezelik a nőket, csak, csak, csak egy ilyen biodíszletként az egész sorozat, meg, meg valójában oké, okay, már segít, de hogy így kb. mindig egy nőnek. Tehát, hogy értem én -e, ezt, hogy nem tűnik unalmasnak Onnan nézve 80-ból, de hogy azért valahol. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az a sok potenciál, ami benne van a sorozatban, az e ezek miatt, mint olyan skipelődik, igen. Tehát, hogy markol, de így ff, megy mindenfele. Ha Azt veszük szint úgy az, hogy kinek akar szólni a sorozat. Most beszéltük az előző részben is, hogy ott van egy Maszkulin Csávó, egy nagyon jó autóval, és igazából ezt az étoszt kezdik el ezzel emelni, hogy amit ott van egy nő, ráadásul nem is akármilyen nő, tehát igazából egy hadnagy volt, ha jól emlékszem, ő is, tehát egy katonatiszt, aki két tizen másodperc alatt úgy elolvad, mert megérkezik egy férfi, aki az autóját elvontatja és megnézi. Hát ez mind olyan, hogy a Michael-nak a. Ő a Don Juan, a Casanova, Minden. Igen. Az, hogy most mennyire, mennyi, mennyire könnyű vérjek, figyelj, alapvetően én nem nagyon emlékszem, talán egy-két olyan rész van, amikor mondjuk elpattan, elcsattan egy-egy csók, de igazából több soha nem történik a szereplők is köztetek. ha szerinted ez könnyű vérűség, szerintem ez nem könnyű vérűség. Hát, bocsánat, nem tudjuk, mert ugye a Knight Rider 2008-as feldolgozásából tudjuk, hogy az egyik ilyen csók. Csaljt... Én a Night Rider 2008-at az, az, azt én nem tartom irányadónak ezzel kapcsolatban. Jó, én ezt értem, csak, csak az, oké, ez tény, csak én azt gondolom, hogy hát egyrészt ugye egy egy univerzumban játszódik a két sorozat, tehát a, így aztán így a jövőjét látjuk ennek a sorozatnak, másrészt pedig én értem azt, hogy ebben az a volt az írói szándék, hogy úgyse fogják nők megnézni a sorozatot. Mert hogy a nők megnéznék a sorozatot, akkor Michael soha senkivel nem csókolozza, mert akkor az lenne a koncepció, hogy ugye a nők azt érezzék, hogy bármikor segíthet nekik ez a férfi. Mivel férfiak a célközönsége ennek, hát nyilvánvaló, hiszen egy Mind magus egy csodautóval száguldozik. Nyilvánvaló, hogy az az üzenet, hogy hát te, mint férfi, bárkit megkaphatsz, hiszen Michael is bárkit megkaphat, csak Kell hozzá egy csoda autó. Egyrészt, a harmadrészt, meg hát szóval, mindig az jut eszembe erről, amit most. Valamelyik, talán az egyik parallaxisba beszélgettük nem olyan régen, legalábbis a, felvétel nem olyan régen volt, amiben arról beszéltünk, hogy azt jött szóba, hogy hát a Jedik azok miért kardoznak, tehát hogyha fognának egy puskát és agyonlőnének a másikat, akkor sokkal egyszerűbb lenne. Itt is általában azt látom, hogy, hogy mindig, mindig a szituációk, nyilván ez a sorozat ilyen, tehát, de hogy a szituációk mindig olyanok, hogy autóval lehet valakit kergetni, eléállni, idejönni, odajönni, tehát hogy, hogy senki nem Vesz elő egy fegyvert, és lövi agyon Michael Knightot. hogy Michael sem vesz elő fegyvert, neki nincsen fegyvere. Sőt, le is tette a puskát most is, amikor megszerezte azonnal. A, a, ami egyébként egy tök érdekes dolog, mert ugye azért mégiscsak Amerikáról beszélünk, egy menő autóról, egy cowboy hősről, akinek még sem fegyvere. Azért, mert ez a sorozata, ahogy mondtad, az autóról szól? Tehát, hogy ennek a sorozatnak a kezdetektől kezdve az a lényege, hogy itt a szuperautó és az embernek a, a, a közös együttműködése révén oldódnak meg az ügyek. Ez nem egy lövöldözős sorozat, vagy krimi, vagy nevezd, aminek akarod. Itt nem erről szól. Őrájuk néha lőnek, főleg amikor bendul az autóba, ugye az is vagány, hogy a golyó lepattan kitről, de itt igazából erről szól. Ez is, tehát, hogy én nem, tehát meg figyelj, most nem tudom, tehát, hogy a a beszélünk, nyilván gyerekeknek is szólt ez, ahogy beszéltük, hiszen mi is gyerekként néztük. Talán ez is benne volt, hogy azért sem raknak bele lövöldözés meg vért, mert hogy akkor nem lenne jó. Túlzottan és reális. Persze az teljesen oké, okay, és teljesen oké, okay, hogy ez nem egy újabb Miami Vice, vagy a 80-as évek <laughs> nagy sikerű krimisorozatai közül egy. Tehát értem én ezt, hogy ezt máshogy akarták csinálni, csak valahogy egy kicsit néha, és itt ebben a részben is nagyon erőltetnek éreztem nem tudom, a, a, nem az, hogy a szerepét a kocsinak, mert nyilván minden nagyobb, hát igazából Michael nem is kéne szerintem a sorozatban, bőven elég lenne itt, de valahogy nekem olyan... Na mindegy, szóval azért még egy, még egy pillanatra térjünk vissza az elejére, mert hogy ugye már említettük ezt, hogy ő egy Atari játékkal játszik, ott a kitben, mielőtt a igen. csajt meg pillantja, az autóúton. Bo bocsáss meg, az, ha már visszajöttél az Atarihoz, csak egy, volt egy nagyon jó mondat, csak azért, mert így legalább vissza tudom kötni, és nem az lesz, hogy miért kötök vissza, amihez már nem kéne. Volt egy nagyon jó mondat, hogy ugye megint elrontotta a Michael, és azt mondta nekem ez, aki számítógépeket játszik és dolgozik, nagyon jó mondatot, hogy sajnálom Michael, most akkor 42-3 a javamra. És ez annyira jó, hogy, a, hogy, hogy, tényleg az bennem van, hogy, hogy basszus, a gép visszaszól a felhasználónak, és ez, ez annyira jó, hogy haha, elvertelek. Tehát, amikor valaki játszik a számítógéppel, akkor mindig ez, nem, hogy rohadj meg hülye gép, de soha nem mond semmit. És itt most a gép mondott. <laughs> Viszont, ugye 82-ben járunk, most 2024 van, és ez egy teljesen megvalósult jövő, hiszen sokan, hát azt nem mondom, hogy itt Magyarországon, de mondjuk az Egyesült Államokban sokan utaznak így. Teslában, Mercedesben ebben, abban, abban, tehát amik már önvezető funkcióval rendelkeznek, legalábbis, vagy olyan... Hát, vagy mondjuk idehaza a négyes metron. <laughs> Igaz, az egy kicsit távoli példa, de... Az utasok nem vezetik. El. igen, de, az, de a négyes metró az szerintem azért rossz példa, mert a sinem megy, és szerintem a sinem való önvezetés az már a hármas metrónál megvalósult, tehát hogy az nem egy, nem egy, már mint a, amikor eredetileg épült a hármas metró, tehát az azért nem egy annyira olyan technológia, ami, ami olyan nagyon bonyolult, vagy nehéz lenne nyilván bonyolult, egy közforgalomban egy metrót üzemeltetni, és kell hozzá IT, de én arra gondolok, hogy az, az, az nem annyira bonyolult az önvezető autók kérdése. Egy közúton mondjam. hogy és, és nekem ez nagyon tetszett a, a rész elején, hogy, hogy ezt látjuk, ami akkor teljes mértékben fantázia, és egy bár csak ilyen lenne a jövő, és közben meg tényleg ilyen lett a jövő. Tehát, hogy értem én azt, hogy a mai autókban is buszt, de hogy azért ezek, ezek, már nagyon, nagyon megvalósulni látszanak, vagy megvalósultak, amiket azért akit tud. Akár egy keresés. Az más kérdés, hogy majd alig várom, hogy az első lakatot vagy mechanikus szerkezetet is kinyissa a kit, mert arról szeretnék majd itt hosszan beszélni. Szóval Szerintem ez egy, szerintem ez egy nagyon izgalmas, mert hogy a skiffi lényeg, nagyon, nagyon nem szoktuk skifiként emlegetni szerintem. A De beszéltük róla az első részben, pont ezt említettük is, hogy Persze, Lát, de... látja, jövőt kicsit látja. Igen, de hogyha mondjuk megnézed a, a, TV újságban, akkor nem az lesz beírva, hogy skifi sorozat, hanem mit tudom én, ja a hát. sorozat, vagy akciós sorozat. Mármint most csak arra gondolok, hogy, hogy azért, az, ha eh, kimennénk az utcára, és megkérdeznénk száz embert, hogy a Night Rider szerente milyen műfajú sorozat, kevesebben mondanák szerintem a skifit, vagy eh, maximum akkor mondanák, ha jobban átgondolják a kérdést. Csak én azt akarom mondani, hogy a skifi lényege, de nem is volt a lényege akár eljátszunk azokkal a gondolatokkal, amik a mi jövőnket fogják ö, ö, alakítani, befolyásolni, ö, vagy vagy a jövőnkben lesznek jelen. És a Night Rider az autóvezetéssel, az autókkal kapcsolatban egész jól, meg, meg ezekkel kapcsolatban egész jól kezeli, és egészen érdekesen kezeli, és ebben a tekintetben nem látom annyira elrugaszkodottnak a valóságtól a sorozatot. Tulajdonképpen ma, 2024-ben, egyáltalán nem látom elrúgaszkodottnak a valóságtól a sorozatot. Szerintem ez ma már nem skiffi Szerintem soha nem is volt az, soha nem is volt sorozat, és hogyha ezt skiffi sorozatnak titulálták volna, akkor az igazi skifi sorozatok, skiffi sorozatok megsértődtek volna. Mert hogy ez szerintem sokkal inkább egy olyan sorozat, amit egy Glenn A. Larson nevezetű gyermek vágyai valósulnak meg. Mert ez gyakorlatilag arról szól, hogy neki voltak -e egy ilyen egy ötlete, egy vágya, hogy milyen lenne, és, és, megvalósította. Nem volt mögötte ilyen jellegű dolog. Az más kérdés, hogy, hogy belerakott egy csomó olyan technikai dolgot, esetleg amit előre jósolt, ami ma, ma már esetleg egy része tényleg megtörténik, és van. A tematikáját szekintve viszont meg azért tágabb. Tud lenni, mert az első részben is ezért volt egyfajta jó és rossz párhuzam. A mostani részt, meg hogyha nézzük, akkor meg már egy kicsit úgy van egyfajta éle is annak, amit így látunk, mert megint azt látjuk, hogy ott van egy titkos társaság, ami már egy vele romlott hatósági rendszerben kezd el kutakodni, korrupt, vagy pedig megvesztegethető rendszert szolgáló emberek irányában. Na, na ezt kicsit belezavarodtam, bocsi. Csak hogy a lényege az, hogy gyakorlatilag egy rendszerkritikát is megfogalmaz annak ellenére, hogy egy gyermeki világ testesül meg, mellett pedig igen, nem szkifi, hanem inkább egy kaland film, amit látunk. Na jó, és mit láttunk ebben a részben azon kívül, amit már felsoroltunk nektek? Mik voltak azok a pontok, amik, amik megmaradtak, meghatározóak voltak a, az epizódban? Hát ugye fel akarják adni ezt az egész dolgot, tehát hogy az, az alapból ugye Robinnak, ugye a lánynak az volt a gyanús, hogy meghallott egy, elcsipett egy beszélgetés az udvaron, ahol azt tárgyalták, hogy biztos esetleg ittas volt, és azért vesztette el az uralmát a jármű felett, stb. stb. És ugye ez volt az, ami ütött a fejében, hogy lehet az, hogy valaki, aki tökéletes fizika és mentális állapotban van, és minden nap ugyanazon az útvonalon jön-megy, azon, hogy történhet ilyesmi, és ugye elkezdenek nyomozgatni a michael de nem nagyon találnak semmit. És már majdnem abba is hagyták volna, amikor a Michael-t ugye este megpróbálják hát leszorítani az útról, illetve megölni, csak hát nem igazán sikerül, mert azért ez Kit és Michael párosát kicsit nehéz. És ugye ez akkor válik mindkettőjük számára egyértelművé, hogy itt tényleg valami gáz van a fater halálával, amikor ugye a Michael-t megpróbálják megölni, mert hát miért próbálnak őt amúgy megölni? Mi, mi okuk lenne rá? Itt indu, igazából itt indul el maga a történet, nem, nyilván nem számunkra, mert mi eddig is tudtuk, hogy turpisságban hiszen láttuk, hogy megölik a, a, az apját, de hogy számukra is elindul a vonal, hogy akkor neki kell menni. Nem fura az, hogy nem értesítették a nőt? Mert mint értem, hogy az még azért az internet előtti világ, de hogy oda megy a nőci egy héttel azelőtt, mint egyébként menne, és így is akkor tudja meg, és ott tudja meg, hogy az apja meghalt egy balesetben. Hát, hát igen, abban van valami szándékosság azért főképp a vége tekintetében, hogy kiderül, akik a cinkosok így a történetben. Csak van egy párbeszéd az egész filmnek körülbelül a közepén, ami megadja a magját, szerintem. Ami körülbelül annyi, hogy magabiztosnak kell lenni a gép, megérzi, ha félnek tőle. Félünk tőle. Igen, és akkor itt van egy válasz ugye arra akkor a tábornok és a nő között, hogy hát igen, a, tudja, hogy a másik ravasz, tudja, hogy igazából őt akarja ellenőrizni. És itt kezd el az egész úgy így előre is, meg visszamenőleg is így az ember fejében így szöget ütni, hogy akkor ki mi hogyan van benne. Mert az a rész egyébként... Kimi így, nincs benne. Nem? Ő már visszavonult. Rejkőnel már pár éve. Bocsánat. Na, no, Szia, Ádám! Igen, <laughs> Jó, tehát volt, Danina, nak volt egy gondolatmenet, és az életben nem fogja visszahozni, tehát két, ennyi. Nem, az ő még nagyjából megvan, csak most igen, egy kicsit fáj a fejem. Tő. Kedves hallgatóink, Dani kék halált kapott, és most jelen pillanatban a gondolatai... Itt az... A, itt az... Itt... Tudod, tudod, tudod. Itt az arcá, azt látjuk, hogy így az összes gondolat buborik, az is szétfröccsent, és most próbálj összeszedni, de teljesen szétesett az emberünk. Jó, visszatérünk erre. Jó, én átveszem tőled. de vissza, tehát, hogy én nekem azt tetszett pont ebben a részben, legalábbis ez a része, hogy ö, ugye azt tudtuk, hogy valakik ebben az ügyben benne vannak, ugye ez a Sanders ha raktárnál dolgozik, ez a Sanders nevezető, ugye ő benne van, ezt tudjuk. És utána megjelenik ugye először ez a Dankton tábornok, aki ugye édesapának egy jó barátja, és ugye vele volt ez a beszélgetés, amit te Dani mondtál, miőtt még Ádám elvette volna ezzel a kimi a, a dolgot, ugye köztük volt egy ilyen beszélgetés, de hogy mi, Pont ezt tetszett, hogy nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy ő benne van, vagy nincs benne. Tehát kicsit néha arra, arra ment a, a, a mérlegnyelv, hogy benne van, aztán arra ment, hogy nincs benne, és így folyamatosan ment a játék, és a végén már majdnem elhittük, hogy nincs benne, aztán kiderült, hogy nyakig benne van. Ezt akartam és pont kihozni, mert annál a jelenetnél, amikor ez a beszélgetés megtörténik, annyira idilli sőt már kicsit túl ideallít. megérkezik Michael, mint a ö, udvarlója a nőnek, és akkor megy egy kis laza cseve, hogy akkor igen, tudom, hogy a lány miatt jöttél, de közben azért mégis ott van a fejünkben, hogy nem, azért mégsem, és így, így, így el van altatva, így annál a résznél, legalábbis én úgy, úgy ott így még megettem. Azt, igen, ő... igen, 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 mert nagyon-nagyon mert mert kedvesen, kedélyesen és közvetlenül reagálta le, hogy itt ez a faszi, holott pontosan tudja, hogy hát ő nem csak ezért van, és én is pont erre, amit te mondasz, hogy ott abszolút arra dőlt a mérleg nyelve, hogy hát akkor nincs benne az öreg akármennyire is ment előtte, fél perc ez a Kia című adokkapok ugye a Robinnal, elhitették velünk, hogy, hogy ő tiszta. Segítsetek már nekem ebben, ugye itt taktikai atomfegyvereket lopnak ki erről a bázisról, ami hát sok kérdés felvet bennem, nem is tudom, hogy hol kezdjem, de például ott, hogy hol van az amerikai kormány, a haderő, a katonaság, a légierő, a nem tudom micsoda, a NORAD, a titkosszolgálat, a CIA, az FBI, az FBI konkrétan. Ehhez már Knight kell, és a jogért és igazságért alapítvány, nem tudom kimondani, jogért és igazságért alapítvány, szóval, hogy valahogy ez nekem, nekem, fura, mert hogy, mert hogy esetleg csak fegyvereket loptak volna, a géppuskákat, ezt azt hogy lesznek részek, ami baj, ilyen lézerfegyverek tűnnek el, vagy bármi ilyesmi, akkor arra esetleg azt mondom, hogy oké, okay, de hogy ez taktikai atomfegyverekről van szó. először is, hogy lehet ennyire egyszerűen, ugye így kezdődik a rész, látjuk, hogy kilopják, hogy lehet ilyen egyszerűen kilopni taktikai atomfegyvereket? Nyilván nem lehet a kérdés költői. Nekem az egész már ott kezdődik, hogy hogy a fenébe van az, hogy egy hadseregnek a hadianyag ilyen rohadt könnyen be lehet menni. Tehát az, hogy, az, hogy mi, mind, mind, ugye Ernest, akit ugye megölnek az apuka, ő is halálazán besétált, a Michael is halálazán besétált, és ki is jöttek. Tehát, hogy milyen hadi ez, milyen őrzés ez, ahol az emberek random kibe de, de ha nincs, kis, nincs egészségügyi kiskönyv, tuti lebuksz. Igen. Tehát, hogyha ide mész lopni, egészségügyi kiskönyv legyen nálad. Tehát se, sehol nem volt egy, egy őr, egy bármi, hanem ott jöttek, mentek, ott. ott és tényleg csak a végén, még az, az Ernest, amikor az édesapja felfett, észrevett, hogy ott gáz van, ugye akkor feltűntek őrök, de a Michael esetében egyáltalán nem volt egy darab őr sem. Én nem hinném, hogy nekik az lett volna a céljuk, hogy ő bármit megtaláljon. Igen, ezt én sem nagyon értem, hogy ez milyen hadsereg volt, hogy őrizték ezeket a fegyvereket, ráadásul volt ott töltett dögivel mindenféle, Oh, hát meg ez. önmagában a jelölésnek a találó volt, hogy akkor fessük át. Tehát úgy egy vastag színkód ugye, ami rajta van a tölteten, hogy akkor sárgáról kékre festették, ha jól emlékszem. Kék, kék, igen, sárga a, sárga a nukleáris, uh -huh. és a kék pedig a páncél. Egy, mert egy kategória, bocsássatok, mert egy kategória a páncél tör, törő meg a nukleáris fegyver. Nyolc, mert Azért fura nekem, mert a 80-as években vagyunk, 80-as években bőven tartott még a hidegháború, az amerikaiak rettegtek attól, hogy a szovjetek atomot dobnak Amerikára, és még mindig az iskolába voltak ilyen tesztek, hogy na akkor most próba és akkor mindenki a pad alá, mert a pad megvéd az atomvillanástól. Szóval hogy ebben az időben járunk, és mégis az van, ilyen könnyelműen ilyen, ilyen semmi súlyjal kezelnek atomfegyvereket, viszony nyitva egy páncéltörőhöz. Hát meg kifele azt kommunikálják, hogy ilyen könnyen megszerezhető, hogyha mondjuk házon belül valaki ezt meg akarná tenni. Azért az is egy kicsit ilyen két kort, hogy már a Rendszerkritikuságát nézzük a sorozatnak. Igen, de azért nem gondolom, hogy mondjuk Észak-Koreán vagy ilyen tényleg végletekig korrupt, és ö, ö, nem tudom, autoritált rendszereken kívül ez azért ez bárhol valójában megtörténhetne, atomfegyverekről beszélünk, amiket nemzetközi szerződés, nem is egyszerű készíteni, értem, hogy taktikai atomfegyverekről van itt szó, de taktikai, de, a Igen, ne össze. Nem, de azért nem egyszerű készíteni, nem egyszerű tárolni. Ez körülbelül olyan, mint hogy a super 8 című filmben azt beszéltük a Parallaxisban a srácokkal, hogy egy földön kívül itt utaztatnak ide-oda vonaton az Egyesült Államokban, és még csak egy kísérlete sincsen. Tehát egy kicsit így is úgy, itt is úgy érzem, a hogy, volt hogy nagyon, hogy, nagyon, biztos, hogy nem megye bérlete, ország volt, nem csak megye bér. Világ igen. 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 Megkapta az éves matricát, mehet kész, hát, mi a gond? Őszintén szóval nem teljesen értem ezt a részét a dolognak. Hát, ha így nézed, már alapból, ha ilyen szigorúan nézed, akkor, hogy miatt az elején beszéltünk, már ott elbukik, hogy a Michael tök könnyedén mászkál a, a csajjal rögtön az elején. Tehát be tud menni bárhová a tábornokhoz. Tehát ez a rész, úgymond ez a komolyságát, innentől már rég elvesztette ez a rész, hogy mennyire komolyan őrzik ezeket a cuccokat, hogy mennyire komoly nyilvántartás van, mert ugye gyakorlatilag ez nem igazán tűnik fel senkinek, hogy atomtöltetek tűnnek el. Most az egy dolog, hogy ők átfestik kékre, ugye a sárgát átfestik kékre, hogy úgy tudják kivinni a raktárból. Na de hát az valami papíron csak szerepel, hogy az ott volt. Meg nem veszik kész, hogy a kék festékből több fogyott. Meg lekopik. Hát meg az, az, egy dolog, hogy Béla mondjuk a kapuba azt látja, hogy kéket visznek, meg a dobozra és az van írva, ugye, hogy páncéltörő. Na de hát csak van egy tetves leltár, egy papír vagy valami, és valaki csak fel hogy hát gyerekek, hát hol vannak az atom? Tehát... Hát, hát... Én azt akarom csak mondani, hogy én értem, hogy ez egy sorozat, és ez egy fikció, és ez egy utánik kis tingli-tangli, csak számomra teljesen elveszi. Nem, hogy a komolyságát. Tehát egyszerűen széttárom a kezem, és nem tudom elfogadni. Nem ne, ne, mondjátok nekem komolyan, hogy, hogy, ti nem ijedtetek meg egy csomó jelenetnél, amikor a Michael besétált, vagy bármi, hogy ő most itt kapti fog a fejére. Az más kérdés, hogy ez a raktár, ez, ez, ez ilyen szempontból komolytalan volt, de benne volt a pakliban, és lesz is majd a későbbi részekben nem egyszer ilyen hogy kap egy sallert. A, a raktárba való betörést, hogyha nézzük, az is hogy történt meg az autóval, akkor nem a raktárba való betörés, hanem amikor tetten éri a tagokat, a, amikor pakolják át a rakétákat, ja, ott igen. is akkor, akkor bemegy, mint uh, a lovon, és akkor így az autóval teszi a dolgát, hogy akkor ott így felszorítja a falra itt az embereket, akik nem tudnak emiatt elmozdulni, ő pedig bemegy, és megfogja a fegyvert, a, akarom mondani, a töltetet, és azzal kezdi el zsarolni a tagot. Riogatni konkrétan. Igen, hogy ott úgy csavargatja, hogy akkor most egy kicsit problémát A kapsz. Lesz. Igen, ez is, hogy is volt? Egész napod el van rontva. Rontva, ha rátszál a bomba. Ez, egy, ez egy régi mondás, igen. De fia, ha megnézed, ez is, egy, ez is vicces rész volt, hogy ö, ugye ott most gyakorlatilag, tehát ott csempészés történik. Tehát ott történik maga a csempészés, hogy ugye a nukleáris tölteteket átfestették ugye uh -huh. korábban kékre, hogy páncéltörőnek tűnjön, és felrakták a teherautóra és elcsempészik valakinek. És gyakorlatilag ebben az egész buliban három, azaz három ember vett részt. Ketten voltak a teherautón egy pedig benne a raktárban. Igen. Ennyi, nyista, senki több nem volt a raktár közelébe sehol. Ez a három ember. Úgyhogy hatalmas buli, tehát itt hatalmas pénzről beszélünk valószínűleg, mert ez nyilvánvalóan nem három fél ér egy ilyen történetnek a lebonyolítása, ezt, tehát, És ez így, így, három ember. Egy fegyverrel. Ehhez képest azt mondta, hogy, hogy ez a három ember sokkal tökösebb volt, mint a Szikla című film elején az az osztag, akik megszerzik a tölteteket. Na jó, itt a műsor végén még így, ami bennetek maradt ezzel a résszel kapcsolatban, azt ne tartsátok magatokban. Én, én a magam részéről elengedtem, tehát ennél lesz sokkal jobb rész voltak benne a poénok, azok tetszettek, de a magam részéről ez számomra ez az atom töltött belekeverése az annyira, tehát hogy inkább lézerfegyvert raktak volna bele, azt inkább elfogadtam volna a sorozat maga valóságában. Igen, az atom, az atom miatt meg kellett ijedni. Hát csak nem ijedtem meg, csak fölöltem. Hogy, ére, hogy érezsz, hogy ennek nagyon nagy a súlya van. Hát igen, mert te, már, mert te már, öreg vagy, meg te már izé, de itt, 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 itt ezt, ezt így ezt most nem, nem ne így, néz. Hát de fölhívták a végén legalább a fehérházból őket, és tudott vagizni egy kicsit a Devon. Uh, Devon. Hát igen, mert ugye ez a klasszikus, hogy ami amíg, a balhéról van szó, amíg a balhét kell emelni, addig a Michael, ugye akkor így vigye elő a balhét, és akkor kiderül, hogy a fehérházból jön a vávereget, és jó, hát akkor Devon és az én ötletem volt az egész. <laughs> hogy ez a és klasszikus, hogy tud valaki így hazudni. Ott viszont már mondta Devon az alapítványnak a nevét. Ami ugye kicsit ilyen fura, hogy fölfedi magát egy teljesen illegális működő szervezet a fehérházi főmufti előtt. Jó, de nem illegálisan működik. Ők egy valódi alapítvány, csak nyilván olyan nem rendelkeznek azokkal a jog, jogkörökkel, amiket általában azért a Michael beve, tehát behatol magánterületekre, nyomoz személyiségi Tehát ők igen. igen, tehát hogy úgy, de hát ezt azért tudjuk, hogy ez egy olyan dolog, hogy van a, van a fehérház, és akkor ezeket a úgy, úgy, kicsit piszkosabb munkákat, vagy amiket, ami, amit nem, hat, nem tudom, hadsereg, vagy rendőrség, vagy szövetségi hatáskör, azokat például jogésért, jogért, és igazságért alapítvány segít fel Viszont Devonról még azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy tudom, hogy de van egyfajta ilyen bózli ebben a sorozatban, mindig kell egy ilyen háttérember, aki, aki a főnök tulajdonképpen, de nekem mindig az Austin Powers-ből jut eszembe. A, a, a Michael York, azt hiszem, talán, vagy nem a Michael York, de a Michael York játszotta, azt hiszem, ott a, a basil ott a nek hívták, -e. mindegy. Szegény Devon. Itt azért ö, átkötném, így abszolút nincs hozzá köze, úgyhogy ezért jó. Amit ö, Dani, te is mondtál, azt hiszem, ja, nem, nem, erről nem is beszéltünk, hogy a vége gyakorlatilag a, a résznek egy, egy, egy tűzéségi gyakorlópályán van, ahol ö, gyakorlatilag tankokra lőnek, meg teherautókra rakétákkal, és ugye hát kittel oda, ők bemennek, betörnek, és ott ralliznak jobbra bara és hogy az a rész, amikor ugye a robbanó rakéták között szlalomozik a kit, azért egy abszolút nekem gyerekként beleégett így a retinámba, hogy a főcímbe az be van vágva. Tehát, hogy az, az egy megjelenő képi elem folyamatosan ez, hogy itt a, a, rakéták között cikázik a kit, és nagyon vagányos, és találják el, csak egyszerre nagyon picit. A másik, hogy ugye beszélünk mindig kitnek a, a, a spéci feature vagy képességeiről, és itt ebben nem jelent meg új, csak egyedül a Rocket Fire, vagyis a tűzrakéta, amivel megyújtja a bozótot, amivel ugye átveri a hőkövető rakétákat, hogy ne a kit becsapódjon, hanem lehetőség szerint a bozótokba. És én még egy kérdést tennék fel nektek, hogy ugye azt, azt már megbeszéltük, hogy a Dangtonnak ugye a szerepe ez sokáig kérdéses volt számunkra, és hogy sáros vagy nem sáros, aztán ugye sáros lett. Viszont szerepelt még benne ez a bizonyos Huge Rainy ör, örnagy, aki, aki például hogy ezeket a névjegykártyákat is végigolvastatta, hogy, hogy kicsoda. Ő nekem egy tök jó, hogy ő tényleg ő klasszikusan egy egyenes, tiszta ember volt. Tehát ő volt az egyetlen, aki nem volt sáros ebben az ügyben. De ti mit gondoltatok, amikor néztétek, hogy, hogy gondoltátok egy pillanatig is róla? Már semmit, vége a műsornak. Hmm, magánál a karakternek a működéséről? E -hogy, nem, hogy, gondoltatok gondoltátok-e róla egy másodpercig is, hogy esetleg ő is benne lehet ebben? Nem, az tényes való, amit te mondasz, ő úgy viselkedett, ahogy egy katonának viselkednie kellett. Egyenes volt, őszinte volt, és tette, ami a dolga volt. És itt lehet csinálni egy igen, vége van a műsornak, már azt tudom, egy, olyan párhuzamat, hogy végig azt látjuk, hogy ez a, rendőr, ez a katonaság balekekből áll, és akkor ott van egyetlen egy tag, aki teletőtől talpig teszi, amit tennie kell, és a végén ő is lesz olyan helyzetbe hozva, amivel kvázi megkapja a jogos pozícióját, mert ideiglenesen ő lesz a vezetője annak a helynek. Gyors kérdés, igen vagy nem, választ kérek szépen rá. Nektek jobban tetszett ez a rész, mint az első, első kettő, azt egybe kezeljük, vagy, vagy inkább kevésbé? Nekem egy picit kevésbé. Az első az pont arról, amikről akkor beszéltünk, a kocsinak a dinamikája. Annak ellenére, hogy a sztori ott ugye egy teljes káosz volt szerintem, de a két karakternek a kommunikáció a dinamikája sokkal jobban volt felépítve, mint uh, itt. Itt a sztorira koncentráltak egy kicsit, meg a végére, hogy ott legyen egy ilyen halálos manővel, ahogyan veszik jobbra-balra, de... Kimondta a címét?! Talán nekem is az első tetszett jobban, tehát ez nem annyira tetszett. Jó volt maga módján, de nem annyira. Reméljük a következő jobban fog, mert új része legközelebb július 17-én szerdán jelentkezünk. Tartsatok akkor is velünk. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Stop. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.